Semmilyen Zsolt szerint óriási tévedés, hogy a munkavállalók nem követelték a szabad vasárnapot. Szerinte a Frivalszki Gáspár vezette civil szervezet évtizedek óta képviseli itthon a szabad vasárnapot, aminek egyébként nemzetközi mozgalma is van. Ezt olvashatták tehát a Mondinerben, így lett híres az általam még nem ismert civil szervezet és annak vezetője, de mindjárt megismerjük a civil szervezetet és a vezetőjét már mindenképpen, Frivalszki Gáspár. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Először is ön KDNP tag? KDNP-s politikus vagy KDNP tag? Nem, egyik sem. Soha nem volt KDNP tagja? Voltam a tagja. De már kilépett. Igen. Ez egész egyszerű oka volt, hisz Tatán dolgozom a jegyzőként. A helyi választási bizottságnak voltam a helyettes vezetője, tehát így összeférhetetlenség miatt, tehát nem elvi problémái voltak. És milyen civil szervezet vezetője ön, amely civil szervezetre utalt Semmilyen Zsolt? Hát ebben az időszakban, amiről Semmilyen Zsolt beszél, ugye évtizedeket említ, egy jó pár civil szervezetben dolgoztam, alapítóként, vezetőként is, hogy most konkrétan melyik civil szervezetre gondol, azt nem tudom. Hát, de most én egyébként, tehát kigyűjtöttem, megvan az ön önéletrajza, tehát tudom, hogy hol volt külügyi titkár, hogy a Fidelitásnak is volt vezetője kerületben, az Európai Parlament néppárti frakciójának gyakornoka, a Kereszténydemokrata Szövetség tagja, Katolikus Jogászok Egyesületének elnöke, tehát számtalan titulusát fel tudom sorolni, de azért ez sokkal konkrétabb, amire utalt Semmilyen Zsolt, ő azt mondta, mondom Stumpf András kérdését, így hangzott az újságíró kérdése, nem vettük észre, hogy a munkavállalók tömegei vagy szakszervezetek követelték volna itthon az intézkedést, egy világnézeti párt, önök tudták jobban helyettük, hogy mi a jó nekik. Erre jött Semmilyen Zsolt válasza, óriási tévedés. Például a Frivalszki Gáspár vezetett civil szervezet itthon képviseli évtizedek óta a szabad vasárnapot. Így hát van. Akkor milyen civil szervezet a sok közül, ami a szabad vasárnapot képviseli? Több ilyen civil szervezet is van, amivel én is dolgoztam. Itt egy konkrét civil szervezetet nem említ Semmilyen Zsolt. De ön volt olyan civil szervezet, vagy jelenleg olyan civil szervezetnek a vezetője, amely civil szervezet a szabad vasárnapot tűzte a zászlajára? Több olyan civil szervezetnek dolgoztam, illetve dolgozom is, önkéntesként vagy akár vezetőként is, ami felvállalja a szabad vasárnapnak a kérdését. De mik ezek? Egyet mondjon, ha több van. Többet is mondok szívesen. Az egyik például a Citizen Go Magyarország. Kicsoda? Citizen Go Magyarország. A Citizen Go-ról azt kell tudni, hogy ez egy fiatal szervezet, másfél éve alakult, de a világon talán a legdinamikusabban fejlődő szervezet. Világszerte 2,5 millió tagja van. Magyarországon 40 ezer támogatója van ennek a szervezetnek. Na de ez másfél év. Semmilyen Zsolt azt mondja, hogy évtizedek óta követeli ez a civil szervezet. Egy példát kérdezett, én tudok jó párat mondani. Mondjon egy olyan civil szervezetet, szűkítem a paramétereket, vagy a halmazt, akkor húzzuk össze. Egy olyan civil szervezetet mondjon, amelynek ön a vezetője, és amely szervezet évtizedek óta követeli a szabad vasárnapot. Mint hogy Semmilyen Zsolt nem említ meg egy konkrét civil szervezetet. Azért kérdezem önt. Igen, gondolom megvolt rá jó, hogy nem említett meg egy konkrét civil szervezetet, mert nem egy civil szervezetre gondolt, gondolom én nem beszéltem vele, se az interjú előtt, se utána, hanem egy civil mozgalomra gondolt, és annak látja, hogy én vagyok a vezetője, ő egy civil mozgalomnak. Én meg azt látom, hogy ön a miniszterelnök, de azt mondja meg nekem, hogy van olyan civil szervezet, aminek ön a vezetője? Nincsen olyan civil szervezet most. Hadd segítsek itt az értelmezésben. Gondolom, hogy ön nem az én életutam, vagy önéletrajzom után kíváncsi. Valószínűleg nem így volt meg. Nem hívott volna meg így este a műsorban. Hát, hogyha Semmilyen Zsolt nem... Nézze, a vasárnapi zárvatartás, akkor most egy kicsit indokolom, de hát tudja jól, hogy miért hívta meg. A vasárnapi zárvatartás azért hetek óta foglalkoztatja az ország nagy többségét. Semmilyen Zsolt, aki ennek a pártnak ugye a vezetője, és ez a párt tűzte zászlajára,
azt nyilatkozza, igen, hogy ó, mi az, hogy nem, tehát van olyan civil szervezet, a évtizedek óta ezt követeli, már pedig azok hangját, a civilek hangját hallotta meg ő. Hát akkor hogy ne hívnám meg a civil hangot képviselő vezetőt, akinek nincs is ilyen civil szervezete, hogy halljam a hangját? Így van, tehát gondolom ön arra kíváncsi, mint hogy a nézők is, hogy van egy törvény, amit pártok terjesztettek elő, és emögött, a törvény mögött van-e társadalmi támogatottság, vannak-e létező civil szervezetek, amik mögötte állnak. Ez egy nagyon fontos kérdés, ennél még fontosabb kérdés szerintem, hogy mögött állnak emberek ennek a kérdésnek, tehát mondjuk 10 millió emberből hány ember támogatja. A megkérdezettek nagy többsége elutasítja. Azt ön is olvasta ezeket a kérdéseket. Azt, hogy teszünk föl egy kérdést, azt ön tudja legjobban, hogy az nem mindegy, hogy teszünk föl egy kérdést. Én egyik kereskedelmi csatorna felkérésére 5 vagy 6 évvel ezelőtt csináltam interjúkat Vasárnap Plázában. Vasárnap vásároló embereket kérdeztem meg arról, hogy mi a véleményük arról, hogyha bezárna ez a pláza, és nem tudnának vasárnap vásárolni. 18-20 embert kérdeztünk meg, és mindenki azt mondta, hogy el tudná fogadni. Már a végén én mondtam a stábnak, hogy most már valakit keressünk, mert teljesen egyoldalú lesz a műsor. 18-20 utca emberet? A plázában éppen shoppingoló vagy sétáló embereket vasárnap. De csak nem 10 millióan szenvedjük ezt a döntést, nem gondolja? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, a szabad vasárnap kérdése, ami mögé nagyon könnyen konszenzus lehetne teremteni. Olyan értékek állnak mögötte, és ez a lényeg. Nem az, hogy milyen civil szervezetek név szerint én miket vezetek, vagy vezettem, hanem az, hogy ezek olyan értékek, amiket, hogyha felsorolunk, és engedje meg, hogy egy pár lépést hátra tegyek a történetben, mert úgy érzem, hogy nagyon sok mindenről beszélünk, de valahol elveszett a lényeg. A lényeg az, hogy olyan értékekről beszélünk, mint hogy szerintem ebben mindenki egyetért, hogy a munka mellett szükségünk van pihenésre is. Hát ez teljesen egyértelmű. Egyértelmű, szerintem is 10 millióból 10 millió egyet ért. Abszolút. Meg arra is, hogy a munkából szükségünk van munkabérre. Igen, de hogy a pihenőnap az egy érték, azzal egyetértünk, illetve azzal is egyetértünk szerintem a döntő többség a társadalomnak, hogy az, hogy ez a pihenőnap egy konkrét pihenőnap, tehát nem egy konkrét napon vehetjük ki, kialakultan, mint a vasárnap, évszázadok alatt ez kialakult. Ez egy olyan szociális vívmány, ami védendő, de miért? Nem önmagában a vívmány miatt, hanem amiatt, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy a családok együtt legyenek, kapcsolódjanak, barátok egy napon elmehessenek szórakozni. Mit szól, hogy a családi kisboltok védelme érdekében, ugye ők nyitva lehetnek, és Semmilyen Zsolt azt mondta, hogy a családi boltban együtt van vasárnap. A cél tehát megvalósult. Együtt a család. Én azt gondolom, hogy a családi boltok nyitvatartása mellett két érv szólhat, de már nagyon megint a konkrétumokban. Hát nem baj, az beszéljük a konkrétumokban. Bele. Két érv szólhat. Egyrésztről az, hogy a családi gazdaságok megerősítése az lehet egy cél, tehát ez egy fontos. Ettől fog megerősödni, hát hiszen a multiknak úgy megnőtt a forgalma Szombaton, nézzük a másik oldalt, hogy az nem fogja erősíteni a másik érv a családi boltok mellett, pedig az, hogy ugye a munkaviszony, a munkajogviszony, ez egy tipikusan aláfölé rendelt jogviszony. Márpedig a családi vállalkozásban, ahol mondjuk férfeleség, apa-fia van, ott jobban feltételezhetjük, hogy meg tudják beszélni, hogy kinyitunk-e vagy sem, mint egy multinak a vezetőjével szemben. De ha megengedi, akkor visszatérnék. Csak azt mondja meg nekem, hogy az mitől jobb, hogyha a család, apa, anya, gyerek együtt van a családi kisboltban vasárnap, mint ha mondjuk anya, apa, gyerek együtt vásárol egy boltban vasárnap. Mitől jobb így a család együtt, mintha úgy lenne együtt? Én azt gondolom, hogy rosszabb, hogyha boltban vannak együtt, mert dolgoznak, tehát a cél... De Semmilyen Zsolt meg azt mondta, hogy így valósult meg a cél, mert hogy ott vannak a boltban, és dolgoznak. De én nem Semmilyen Zsolt vagyok. Találkozott valaha Semmilyen Zsolttal? Találkoztam, hogy ne. Mikor beszélt vele utoljára? Fél éve talán. És a vasárnapi zárvatartásról? Igen. És akkor azt mondta, hogy a ön mögött álló valamikori valakik támogatják, vagy mit mondott? Ha megengedi a két lépéssel, hogyha... Még erről a lépésről, hogy... Hogy mit mondott nekem? Nem, akkor... ön mit mondott, hogyha erről beszéltek, akkor mit mondott, hogy kedves elnök úr, azért lenne jó ez, mert... Hát nem kellett őt győzködnöm, hogy miért jó, tehát ismeri az érveket, ami mellette szól, én is ismerem, tehát nem arról szólt, hogy én győztem meg arról, hogy benyújtsa ezt a törvényjavaslatot a pártja. De most lehet, hogy olyan sokan meg önre lesznek mérgesek, és nem is Semmilyen Zsoltra. Ön viszi el a balhét, nem bánja?
Nem gondolom, hogy nekem bármilyen balhét el kellene vinnem. Akkor, tehát hogyha visszatérve még mindig a kettővel ezelőtti gondolatmenetre, hogyha megnézzük, hogy mik a szabad vasárnapnak az értékei, úgyhogy egy konkrét napon összejöhet a család, illetve a barátok, és ez akkor lehetséges, ugye, hogyha nem dolgoznak. Hogyha társadalmilag feltétlenül szükséges mértékűre szorítjuk vissza a vasárnapi munkát. Ebben igaza van, legyen együtt minél többet a család, legyenek együtt minél többet a barátok, de ez legyen a családnak és a barátoknak a választása. Ne ön, és ne Semjén Zsolt, és de ne hát, a politika, hanem a mi választásunk legyen. Ez nem az, elfogadható? Aki... Hát, de ezt most nem gondolja komolyan, hogy én megmondom a munkáltatómnak, hogy egy nagy multicégnél, hogy akkor én vasárnap ezentúl nem jövök be. Tehát ez nem komoly. Nem. Én döntöm. Az Audinál azt mondom, hogy akkor én vasárnaponként nincs kedvem bejárni, dolgozni. Én döntöm el, hogy vasárnap otthon leszek, vagy pedig, mint nem kereskedelmi dolgozó, vagy pedig a családommal vásárolni hát megyek, ha tehetném. Most nem a dolgozókról beszéltem. De hát ez az hogy én meg a dolgozókról beszélek, mert ez a történet a dolgozókról szól. Hát nekem is kellemetlen, hogy nem tudok vasárnap vásárolni, nekem is kellemesebb lenne, hogyha vasárnap, éjjel-nappal bármikor megtehetném, hogy magának vásárolok. Magának is kellemetlen? Nekem is kellemetlen. Akkor menjen vissza Semjén Zsolthoz, és csinálják vissza az egészet. Hagy mondjak valamit magának. A társadalmi szolidaritás. 100 000 édesanyja dolgozik vasárnaponként boltokban. Ez van az egyik serpenyőben, a másik pedig én, hogy szombaton végzem el a munkát, a bevásárlás vagy vasárnap. Értem. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm én is.